Lázár Vilmos a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapta, akit Mészáros Nóra látogatott meg Domonyvölgyben, a Lázár Lovas Parkban. Jó hangulat, tavasz, állatok és egy sikeres férfi. Lázár Vilmos 12-szeres világbajnok vitt el a kettes fogatán. Város vagy vidék? Vidék. Ló vagy motor? Ló. Itt ugye a ló a főnök. Az üzletben te vagy a főnök. Melyiket élvezed jobban? Itt is én vagyok a főnök. A sportoló, sportvezető, üzletember beavatott a múltjába és a jelenébe, no meg egy picit a jövőjébe is, de ne szaladjunk ennyire előre. Hiszen azért jöttünk, hogy gratuláljunk neki. A Magyar Lovasport Szövetség elnöke a sportág sikeressége és népszerűsége érdekében példaadó alázattal végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetését kapta meg. Az életem egy olyan szakaszában vagyok, amikor ez ilyen nagyon jó eső érzés volt. Általában az ember sportvezetőként másképp szembesül a teljesítménnyel, mint amikor versenyez. Mert hogyha aktív vagy versenyzel, akkor első vagy, akkor tudod, hogy jól csinálod, ha tizedik vagy, akkor nem annyira jó, hogyha harmincadik vagy, akkor meg valami probléma van. De vezetőként igazából nem tudod a teljesítményt ilyen objektíven mérni. Akkor kap egy ilyen elismerés, kap egy ilyen kitüntetés, az egyrészt megerősíti abban, hogy a vezetők, az államvezetői, a miniszterelnök is, hiszen ő terjesztett elő, elismeri azt, amit csináltam, amit csináltunk. Másrészt pedig az ezzel járó sok-sok gratuláció, ami szintén nagyon jól esett, hogy rengetegen hívtak. Egy megnyert világbajnokság után nem kaptam ennyi üzenetet, telefont és gratulációt. A díjat a parlamentben a köztársasági elnöktől, a házelnöktől és a miniszterelnök úrtól vehette át. Épp ott, ahol a Széchenyi és a Kossuth díjakat is átadják. Nagyon jól jött és megerősített, hogy igenis ezt csinálni kell és tenni kell a közösségért, tenni kell a lovas társadalomért. Vilmos a Lázár Lovas Parkban körbevezet minket a különböző egységeken. Elmeséli, miképp keveredtek a Domonyvölgybe annak idején. A 90-es évek végén, amikor volt egy-két nyert világbajnokság a Tarsolyba, akkor úgy gondoltuk, hogy kellene valami olyan hely, ahol egyrészt tudunk tréningezni a lovakkal, ahol van sok szabad terület, és egy kis vendéglátást is bele tudunk keverni a portfólióba. És sokáig kerestük a helyszínt, és megérkeztünk ide Domonyvölgybe, akkor még édesapám élt testvéremmel együtt, és akkor ez tényleg olyan volt, egy ilyen melbevágós élmény, hogy úgy nem is talán tudtunk megszólalni, hogy megérkeztünk, itthon vagyunk. És akkor 2000-ben költöztünk ide a lovakkal, 2001-től csináljuk a vendéglátást, és hát azóta folyamatosan fejlesztjük, minden évben valamit építünk. Szoktuk mondani, hogy tök jó, mert a lovak hozzászoknak a betonkeverőhöz, mert hogy itt mindig történik valami. Ahol most vagyunk, ez a Lázáreumnak nevezett létesítményhelység, ahol egyrészt a lovasportnak, a fogadhajtásnak a történetét mutatjuk be, a mi pályafutásunkat, és az utolsó helységben, amerre tartunk, ott pedig a saját díjaink, a versenypályafutásunknak, a díjainak jelentős része van bemutatva. Fényképek, videók mutatják be a valóra vált álmokat, a végrehajtott vágyakat. Ezeket foglalja össze ez a meghitt hangulatú épület a Lázár testvérekről. Igazából mindig azt szoktuk nézni, amikor megyünk az udvaron, és jönnek a turisták, hogy pontosan tudjuk, hogy voltak-e már ebben a helyiségben, vagy nem. Mert ha nem, akkor simán elsétálnak mellettünk, hogyha már voltak, akkor ránk néznek, megállítanak, fotót kérnek. Hát azért ez egy fantasztikus életteljesítmény, ami itt ebben a szobában van. Igen, éppen itt lépkedünk a 21 világbajnoki aranyérmen. És hogyha így végig mennénk, hogy mindegyiken ott van a kis tábla, hogy melyiket hol szereztük, mindegyikhez valami káprázatos történet, meg időszak kapcsolódik. Ugye én 34 évet versenyeztem, és a 34, két évente volt világbajnokság,
És hogyha vissza kell emlékezni az életemre, akkor mindig így világbajnokságtól világbajnokságig tudom beidőzíteni, hogy mikor mi történt, mert gyakorlatilag ez foglalta keretbe az életünket. Így szoktunk egyébként fényképezkedni a vendégekkel, hogy a mennyezetről, ha megengeded, akkor csinálunk egy jó fotót. Hol lesz a helye az új elismerésnek, az új díjnak? Hova tervezitek? Itt vannak valahol a kitüntetéseink, itt alul. A díjak után irány az istálló. Vilmos és segítői befogják a lovakat. Nagyon finom a szőröd. Lordnak becézték. Kivezetjük ide a plaszra. Gyere! Gyere szépen, jól van. Én közben kérdezgetem, és a négy lábúak iránt érzett szeretetemet élem ki. Hát gyere! Ugye! Leülhetek, ugye? Persze. Köszönöm. Jaj, de szép innen a kilátás. Ilyenkor otthon érzed magad? Aj, nagyon. Ami a kezemben van, ez a kormány, meg a gáz, meg a fék, meg minden. Gyakorlatilag ez a joystick. Majd megmutatom, hogy működik nagyjából, hogy kell irányítani. Tán ez olyan, mint ahogy amikor tényleg az lehet hasonlítani, hogy figyelsz a fejedre, amikor a hangszeren játszik az ember, hogy gyakorlatilag erre nem is figyelsz, ez már ilyen automatikus mozdulattá. Reflexzerűen. És akkor, hogy figyelnek a hangomra, hogy üge, tartani jó, kell. Mindig, hát nem, csak hogy legyen egy kontroll. Tehát mindig legyen egy kontroll. Vilmos 15 éve vezeti a Magyar Lovas Szövetséget elnökként, de a lovaktól nem tud elszakadni. Ahogy meséli, a fogathajtás szinte kortalan. De a fogathajtás talán azért egy kicsit kortalan, mert ezeket a fizikai képességeket, tulajdonságokat, ezeket a rutina tapasztalat az ellensúlyozó, és valahol a kettőnek az átlaga hozza kicsit ki, hogy akkor mennyire, olyan, mint az autóvezetés. Igen. Ugye? Vannak egyébként olyanok, ilyen 60 év fölötti nagyon komoly versenyzők, akik komoly eredményeket érnek el. Elmeséli azt is, hogy mit jelent számára a vidék. Város vagy vidék? Vidék. Ennyire egyértelmű? Ez nagyon egyértelmű. A gimnáziumban volt egy osztálytársam, aki jól ismert, és akkor mindig mondta, hogy jó, jössz ezzel a vidéki szöveggel, de hát te biztos, hogy Budapesten fogsz élni, tehát egy ilyen városlakó figura vagy. Mondom, hidd el, hogy nem fog Budapesten élni. És akkor kötöttünk is egy fogadást, persze azt elvesztettük azt a papírt, amire leírtuk, hogy mondtam, hogy én tudom, a 20 éves osztálytalálkozó idejére én vidéken fogok élni, de nem kellett addig várni. Ló vagy motor? Ló. Miért? Hát ez közelebb áll a szívemhez. De egyébként ezek a dolgok azért egytőről fakadnak, mert ez a szabadságérzet, a természethez való közelség, ez gyakorlatilag majdnem, hogy közös halmaz, de azért mégis, ha választani kéne, akkor ezt az érzést, ezt a hangulatot, ezt inkább a lovakon keresztül élem meg. Meg hát ugye az egyik benne van a másik nincs benne az egyikben, ugye a lóerő, mint igen, közös. Vilmos, még visszaérünk a parkba, abba is beavat minket, hogy a testvérével különösen jó viszonya van. Nem jellemzi, és soha nem is jellemezte az irigység a kapcsolatukat. Édesapám mondta mindig, hogy ha két ember összefog, az meg tudja váltani a világot. És ezt mi testvérként, ha nem is váltottuk meg a világot, de azért nagyon jó testvérként sok-sok közös jó dolgot hoztunk létre. Mi pedig kívánjuk nekik, hogy a jövőben is maradjon így.